Ez a Kívánság Szolgálata heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Mára is egy tartalmas fél órát ígérhetek. Szokásos elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják, és mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Király Anikó írónő és grafikus tollából származik, és a következőképpen hangzik. Az érzelmek nem arra vannak kitalálva, hogy gondolkodjunk rajtuk, hanem hogy érezzük őket. Mindenképpen elgondolkodtató sorok. Beszélgetés is lesz a mai adásban. Telefonon keresztül lesz velünk Mészáros Tamás énekes, akinek megjelent legújabb albuma. Számos kérdés már is adott. De természetesen ma is az önök üzenetei, kérései kapják a főszerepet. Nézzük is az első dalkérést. Rab Mátyás négy korábbi adásunkban látta a következő klipet, Keszthelyről írt nekünk, hogy szívesen meghallgatná és megnézné újra. Ennek semmi akadálya, fogadja nagyon sok szeretettel. A dal címe Hogyan lehetek, aki énekel, Szakály Gergő. Féltem, nem leszek soha ugyanolyan boldog, túl idegen lett nekem minden hely. Vártam, hogy fejem fölött elmúlnak a gondok, de egyedül maradok a kétséggel. Nem számíthat most már, hogy lesz még új esély. Elég erős falat húztam magam köré. Hogyan legyek én majd ugyanaz az ember? A tükörben egy árnyék néz most rám. Szívem már két élő fegyver. A pokolban úgy is várnak rák, hogy lehetek még ugyanolyan egyszer, de az idő már túl későre jár. Hogyan lehet majd újra a sötétben, szürke csendből tavaszi napsugár? Kerestem százszor, hogyan lehetek még boldog, egyedül távol vagyok mindentől. Hittem, hogy másokat majd érdekel, mit mondok, és nem csak a szememben néznek érdekből. Nem számíthat, most már nincs több új esély, hiába tekerném az időt visszafelé. Hogyan legyek én majd ugyanaz az ember? A tükörben egy árnyék néz most rám. Szívem már két élő fegyver. A pokolban úgy is várnak rák, hogy lehetek még ugyanolyan egyszer, de az idő már túl későre jár. Hogyan lehet majd újra a sötétben, szürke csendből tavaszi napsugár? Tavaszi napsugár. Ugyanaz az ember, a tükörben egy árnyék néz most rá. Szívem már két élő fegyver, a pokolban úgy is várnak rá. Hogy lehetek még ugyanolyan egyszer, de az idő már túl későre jár. Hogyan lehet majd újra a sötétben, szürke csendből tavaszi napsugár? Hogyan legyek én majd ugyanaz az ember, a tükörben? Lehetek még ugyanolyan egyszer.
minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 2:45-tól várom Önöket új adással itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től tekinthetik meg. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül levetítjük. Folytassuk egy újabb üzenettel. Hámori Pálné SMS-ben kérte a következő felvételt, egyúttal küldi mindenkinek, aki szereti. Az Adagio-val folytatjuk, Horváth Elemér Emi hegedű művészt hallgatjuk. Thank you.
youtube.com/kívánságszolgálat. Bíztatom Önöket, iratkozzanak is fel a legnagyobb videó megosztó portálon csatornánkra, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött megtekinthető videókról, és azokat tértől és időtől függetlenül bármikor visszanézhetik. Hajdú Gáborné Révkomáromban szeretném meghallgatni kedvenc előadója egyik felvételét, a választás lehetőségét ránk bízta. Fogadja sok szeretettel Takács Nikolásztól a Boldoggá tenni című dalt. Fontos, hogy tudd, mi az boldoggá tenni, igazán boldoggá tenni, adni úgy, hogy közben nem bánsz. Érte mást, egy őszinte mosolyt, és ő úgy épp odahajol, csengével többet mond. Pár szónál úgy, hogy fogy az idő, elmúlik majd, amit dicső. Kérdezd meg, hogy mi számít. Igazán adj, hogyha szeretsz, nyisd meg a szíved, ha szeretsz, ha őt megtaláltad, hirdest a világnak. Jó érzés boldoggá tenni, az élet értelme ennyi, így válsz te is boldoggá. Mészáros Tamás énekes pedig itt van velem telefonon keresztül. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Halló, én is köszöntelek, és nagyon örülök, hogy ismét megkérdezel, és itt lehetek az adásban. Örömmel teszem ezt már csak azért is, mert te vagy az, aki sosem pihen. Lehet itt pandémia vagy bármi, legfeljebb az online térben, de ugyanúgy folytatott tovább a munkát, és most elérkeztünk egy újabb nagy mérföldkőhöz, ez pedig egy új album. Az ide vezető útról mesélj nekünk egy picit, hogy ez egy mekkora vállalkozás volt, és hogy jutottunk el ehhez a végeredményhez? Hát köszönöm a kérdésedet, ez egy igazából nem egy rövid távú történet volt, mert amikor legutóbb tulajdonképpen beszéltünk, akkor már megfordult a fejemben, hogy majd azért így az évek során, hogy telt múlt az idő, és állandóan ugye mondjuk azt így, hogy mindig ilyen single album formájában csak digitálisan jelentek meg évről évre dalok. Tulajdonképpen ezért határoztunk úgy, hogy mivel 2015-ben jelent meg igazából fizikai formában, illetve digitális formában egy teljes album, vagy idézőjelben nagy lemez. Igen, igen. Tehát ezért jutottunk el oda, hogy akkor 2016-tól máj 2022-ig összegyűjtöttük azokat a dalokat, amelyek nem jelentek meg ugye ilyen nagy lemez vagy album formájában, csak kimondottan ilyen single album formában, tehát egy-egy dal megjelent évről évre. Na ezeket szerettük volna, ezeket a dalokat akartuk így kicsit egy csokorban összegyűjteni, és akkor valójában így sikerült az, hogy 2016-tól, amit mi gondoltunk a világról, és azok a dalok, amelyek így összegyűjtve megjelentek tulajdonképpen előttünk, ezeket így egy csokorban foglaltuk, és ezek a dalok alkotják mondjuk 80-85%-ban az új lemez tartalmát. Kikkel dolgozol együtt? Hát vannak nyilván a Mészáros Tamás produkció, ezek a dalok nyilván nem egymagam születnek meg. Jogos, persze. Nyilván ugye az embernek úgy gondolom, hogy vannak olyan pontok, vagy olyan életszakaszok jönnek szembe emberekkel, vagy előadókkal, amelyek azt hiszem, hogy ezeket megfelelőképpen
tudni kell ezekkel élni, vagy ezeket megragadni, ha mondhatom ezt, és... Ebben profi vagy, ezt már bebizonyítottad az elmúlt időszakban, tehát kár ezt köntörfalazni, hogy nagyon jól működsz ilyen szempontból is. Hát köszönöm, hogy ez te észrevételed, és egyébként nagyon-nagyon jó ez, mert igazából semmi sincs véletlenül, úgy gondolom, az életben, tehát az ember, hogyha ezeket felismeri, ezeket a dolgokat, akkor mindjárt eljuthat oda, hogy ha okosan kezeli, akkor nyilván olyan emberekkel kell igazából, úgy gondolom, hogy ha azok az emberek jönnek az ember életében, inkább így mondom, akik előre vihetik, vagy viszik a produkciót, akkor az nagyon jó tud lenni, és én úgy gondolom, vagy azt érzem, hogy nekem sikerült, mert hiszen amikor 2013-ban találkoztam Pécsváradi Zoltán barátommal, zeneszerző, szövegíró és zenei producer barátommal, vele indítottuk el tulajdonképpen a Mészáros Tamás produkciót, nála dolgozunk a stúdióban, vidéken, Kisbéren, tehát ott születnek az alkotó műhelyben ezek a dalok, de mondhatom még velen a István nevét is, vagy Pracsler István nevét is, akikkel így együtt alkotjuk ezt a mint általunk ismert és szűk körben mondott boszorkány konyhát. Szerintem ez így nagyon jó, hogy elhangzottak ezek a nevek egyébként. Valóban így teljes a kép. A Jó Tündér című dalról mondj nekünk két gondolatot, és zárjuk ezzel a beszélgetést, és egy percig nem szeretném beléd folytani a szót, bármikor folytathatjuk majd itt a stúdióban is a beszélgetést. Rendben van. Tulajdonképpen szintén 2016-ra vezethető vissza a mi találkozásunk a Bombon együttessel, ugyanis akkor Felvidéken találkoztunk egy közös estén, egy rendezvényen, és aztán onnan indult el a mi barátságunk, emberi és szakmai barátságunk a Bombon együttessen, Szolnoki Péterrel és Török Tamással tulajdonképpen, amiből aztán született többek között egy duettdal a Petivel, illetve úgy gondoltam, hogy mivel jó néhány saját Mészáros Tamásos dal, ha mondhatom így, megszületett már, amely kimondottan az én nevemhez fűződik, de ezen kívül szerettünk volna mindenféleképpen egy olyan régi feldolgozást, amely úgy gondolom, hogy 2021-ben is méltó megemlékezése, vagy emlékezés lehet azokra a szerzőkre, illetve arra az előadóra, aki sajnos ma már nincsen köztünk, vagy nincsenek köztünk. Történt ez így ebben az évben, hogy mivel Török Tamás a Bombon együttes egyik tagja, ugye részese volt a 90-es évek legelején nagy sikerrel befutott, vagy elindult azok a fiúk formációnak. És történt így, hogy ugye nekik volt az egyik daluk, amely én nekem személyes nagy kedvencem, ez Jó Tündér. Igen. És igazából így esett erre a dalra a választás, hogy Török Tominak hála sikerült feldolgozni, és még mielőtt elhunyt az eredeti előadó, zeneszerző, Szerdahelyi Lászlós Kac, ő még éppen hallhatta ezt a feldolgozást, és áldását adta rá tulajdonképpen, úgyhogy nagyon örülök, hogy neki is tetszett ez a dal, és ez az új feldolgozás, vagy leporolása ennek, újragondolása ennek a dalnak, és hát nyilván másrészt pedig egy olyan embernek is még, vagy olyan ember után emberrel való emlékezés is ez a dal, aki azt hiszem, hogy megkerülhetetlen embere vagy neve a magyar musical színjátszásnak, ez pedig a szövegírója ennek a dalnak, Miklós Tibor. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk, és akkor folytassuk a klippel. Te pedig vigyázz magadra, és ahogy mondtam, szeretettel látlak majd itt a stúdióban is egy újabb beszélgetésre. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok! Hey, Jó Tündér, ne légy rossz hozzám! Nehéz gyerekkorom álma te voltál. Fény ezüstjében álltál ágyamnál. Később kamasz fejjel felfedeztem egy és mást. Tudom, van még titok, s nálad a megoldás. Engedsz, hogy ráleljek. Hagyd, hogy megleljek azt, mit kergettem annyi éven át. Éreztem egész testemmel bőröd bársonyát.
amit látsz. Kérj, ó tündér, mindent megkapnál, kérj mindent, mit vársz. Voltak őrült ügyek, s volt pár rossz dobás. Kérj, ó tündér, rossz hozzám. Amit te adhatnál, érzem egész más. Fejjel kívántam, csak jönnél már. Legyél jó, és ne csak emlék maradjál. Engedd, hogy ráleljek. Hagyd, hogy megleljem azt, mit kergettem annyi éven át. Hagyd, hogy érezzem egész testemmel bőröd bársonyát. Mit látsz? Kérj, ó tündér, mindent megkapnál, kérj mindent, mit vársz? Mindent megkapnál, várok rád, meghalni benned, boldogság, ne várj tovább. Táncolj, te spanyol lány! Mit látsz? Kérj, ó tündér, mindent megkapnál, kérj mindent, mit vársz? Kérj, ó tündér, ne légy rossz hozzám, kérj mindent, mit látsz? Kérj, ó tündér, mindent megkapnál, kérj mindent. youtube.com/kívánságszolgálat, itt megtalálják korábbi adásainkat, akár csak a hetitv.com oldal alján is, térfülés időtől függetlenül bármikor visszanézhetik azokat. SMS-ben kaptuk a következő üzenetet, Varró Ottóné szeretné meghallgatni a következő felvételt, egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. A dal címe ma éjjel Grinyovics Anikó énekel. Ma éjjel kell, hogy lássam az arcodat. Most hol lehetsz? Ma éjjel légy a társam. Ma éjjel kell, hogy lássam szerelmedet. Csillogó szemed. Hogy bocsáss meg ma néked, hisz az életem, hogy adnám neked. Ó, kedvesem!
Csopaki Miklósné Vácon szeretné meghallgatni a következő dalt, és küldi minden rokonának és ismerősének. Messze-messze Csíkországban énekel Kapi Gábor. Messze-messze Csíkországban nyílt az erdő legfehérebb virága. Hagyimesi havasokban két legény is szemet vetett reájott. Az egyik csak addig nézte, míg a másik baltát dobott felé. Szomorú a nóta vége, leborult a falu népe melléje. Szeredával a fegyházban valaki a szerelmesét úgy várja. Nyimesen egy öreg asszony imád mond a lélek harag. Messze-messze Csíkországban, ahol annyi gyöngy virág van, úgy hírlik. Szomorú a havas alja, a sok fenyő fáradt lombja lehajlik. Messze-messze Debrecenből írt nekünk Kristóf Katalin, a saját kedvére kérte a következő dalt, egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. A felvételen közreműködik Hegedűs Valér zongoraművész és Fejér Gyula hegedű művész. Ötvös Csillával zárjuk mai adásunkat, a dal címe Húsz csak prímás. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!